Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 22-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és most kivetem erre a kártyát. A második kérdés pedig az, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába, és erre kivetem a kártyát. A harmadik kérdés, milyen lépéseket tesz irányotokba, vagy mit közöl veletek? Ehhez kapunk még egy ilyen napi kártyalapot, az első kérdés az volt, hogy mik az ő tervei, mik az ő gondolatai, ez a kártya adja meg rá a választ, neki itt küzdelmei vannak. Meg kell, hogy védje magát, vagy a véleményét, vagy ezt a párkapcsolatot. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. Itt benne van ebben a labirintusban, és keres egy kiutat. Az is lehet, hogy ez a kártya egy hivatalos ügyre, vagy bírósági dolgokra utal, és itt kell neki egy megoldás. Lehet, hogy pontosan ezek az ő küzdelmei. Ez a kártya utalhat félelmekre is, és ez is egy kihívás. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek. Itt van egy meghívás, egy szép este. Lehet, hogy meghív benneteket vacsorázni, vagy szeretne titeket meglátogatni, és ez a találkozás nagyon-nagyon kellemes és romantikus. Én ezt a kártyát gyakran, mint egy eljegyzést, egy házasság tervezését látom benne. A napi kártya, ez a park, és az a nyilvánosságot szimbolizálja, tehát ez a szerelem, ez a párkapcsolat, ez kitudódik, talán még azt is mondhatnám, ő büszke rátok, mutat titeket a nyilvánosságon, hogy milyen szép és nőies hölgy van mellette, és ő ezt büszkén mutatja. Ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőségetek, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!